Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, fő témáim néhány mondat van. Nem engednek a 20%-ból a pécsi buszvezetők, kisebb ajánlatról tárgyalna a munkaadó önkormányzat. Az influenza járvány a csúcsán túl van, még érdemes beoltatni magunkat. Egészségmegőrző tánc időseknek, betegségek ellen is véd az örömtánc. Zajlik a farsang, népszokások régen és ma. Újabb fordulót tartott a munkáltató a dolgozók képviselőivel a Tőkebusznál az idei béremelésről. Mint ismert, a Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet ragaszkodik az alapórabér legalább 20%-os emeléséhez. A cég tulajdonosa, vagyis az önkormányzat ennél kevesebbet adna. Február 5-e után dőlhet el, hogy újra sztrájkolnak-e a pécsi buszvezetők, vagy nem. Indul a pécsi 47-es járat a főpályaudvarról. A kétnapos sztrájk után az érvényes menetrend szerint folyik a tömegközlekedés Pécsen. Közben a munkáltató újabb ajánlattal érkezett a bértárgyalásra kedden. Ezek szerint az autóbuszvezetők bruttó alapóra bére 17,7%-kal emelkedne, valamint több juttatás is járna nekik. A cégnél működő Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet nem fogadta ezt el. A szakszervezetünk 20%-os alapórabérfejlesztést tart elfogadhatónak a gépkocsi vezetők tekintetében a Tükebusz ZRT-nél, az egyéb állománynál pedig bruttó 500 000 forint alapbérig szintén a 20%-ot tartja elfogadhatónak. A munkáltató ezzel szemben 17,7%-os alapórabérfejlesztést javasolt, illetve egyéb olyan juttatásokat, amelyből a gépkocsi vezetők nem egyenlő mértékben részesülnének, illetve szabadság vagy betegség alatt ugye nem is részesülnek ezekből az egyéb juttatásokból. Tehát ő ezt kerekíti fölfelé a 17,7%-ot 19-re, de ezt nem tartjuk elfogadhatónak. Az önkormányzati cég az alapóra bér és az egyéb juttatásokat adta össze, így jött ki számításaik szerint a 19%-os béremelés. Azonban ez csalóka a szakszervezet szerint. A szakszervezetünk az alapóra béremeléséhez azért ragaszkodik, mert azt számít bele igazából a nyugdíj alapba. A munkáltató által felkínált egyéb juttatások pedig nem egyenlő mértékben részesülnek a dolgozók belőle. Ráadásul a dolgozók számítottak arra, hogy a kafetéria juttatást megemelik erre az évre, mint egy 100 000 forinttal. De ettől elzárkózott a munkáltató, vagyis az önkormányzat. Ezért is ragaszkodnak az alapórabér 20%-os emeléséhez, mert az bekerül a kollektív szerződésbe, és nem vonható vissza egy tolvonással, mondja a szakszervezeti vezető. Egyelőre még nem tudni, lesz a következő sztrájk a pécsi tömegközlekedési cégnél. Most elkezdtük közben a dolgozóknak a véleményét fölmérni, hogy mit szólnak ez a munkáltatói ajánlathoz. És 5-én lesz egy, február 5-én lesz egy a szaksznál egy elnökségi gyűlés, ott fogunk dönteni a munkavállalóknak a visszajelzései alapján, hogy mi legyen a következő lépés. Raposa Gábor arról is beszélt, hogy a Tükebusznál működő másik reprezentatív érdekképviselet, a Független Demokratikus Szakszervezet el tudja így fogadni az ajánlatot, a szaksz viszont nem. Azonban a jogszabályok szerint mind a két szervezetnek aláírási joga van a kollektív szerződések érvényesítésénél, ami az idei bérek mértékét is tartalmazza majd. Így egyelőre egyetértés hiányában nincs aláírt dokumentum. A Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig a harmadik heti adatokat hozta nyilvánosságra az influenza-szerű és a légúti fertőzések terén. Emelkedő tendencia sehol sem jellemző. Január 3. hetében a szennyvizek influenza A vírus örökítő anya koncentrációja országos átlagban stagnáló. A járvány a csúcsán túl van, azonban az influenza elleni védőoltást még érdemes beadatni, mondja az orvos.
Bár sok a felső légúti fertőzés, de mintha csökkenne az orvoshoz forduló betegek száma. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján január 15 és 21-e között az országban több mint 28 ezeren fordultak orvoshoz, influenza-szerű, és 197.200-an akut légúti fertőzés tüneteivel. Tibold Antal vezető főorvos szerint bízhatunk abban, hogy a járvány a csúcsán már túl van. Önmagában ezek a számok nem feltétlenül kell, hogy sokat jelentsenek, de hogy árnyaljuk a képet, azt elmondhatjuk, hogy 15 közigazgatási egységben emelkedett szolidan az influenzás és felső légúti tünetek száma, 3-ban stagnált és 2-ben csökkent. Nos, ez alapján, bár mondom, hangsúlyoznom kell, hogy a múlt heti adatok még nem ismertek, de talán bízhatunk abba, hogy ez a járvány már a zenitjén túl van, a járvány csúcson túl van, és bízhatunk egy szolid, de visszafogott csökkenésben. Ha valaki biztonságra törekszik, érdemes még beoltatnia magát influenza elleni védőoltással, hangsúlyozta a főorvos. Mindenféleképpen ezt tudnám javasolni. Az influenza oltóanyag valóban már több hónapja elérhető, általában egy 2 héttel kell számolni, ugye, ami az oltás felvétele után ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a védettség fölálljon, és én úgy gondolom, hogy 2 hét múlva azért még javában benne leszünk a szezonban, tehát a lehetőség adott lesz ahhoz, hogy megfertőződjünk, úgyhogy én mindenkinek javasolnám, aki eddig nem tette meg, hogy gondolkodjon el még az oltás felvételéről. A harmadik héten a szennyvizek SARS-CoV-2 örökítő anyag országos átlagkoncentrációja csökkenést mutatott. A vizsgált települések többségét stagnálás jellemzi. Csökkenés mérhető Egerben, Győrben, Kaposváron, Pécset, Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben. Emelkedő tendencia sehol nem jellemző. Január 3. hetében a szennyvizek influenza A vírus örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnáló. 6 minta esetében haladta meg a koncentráció kimutatási határt. Rövid híreink következnek. A rendőrségre január 30-án hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy 15 éves lány egy pécsi ingatlanban titokban szülte meg gyermekét, majd a csecsemő meghalt. A jelenlegi adatok szerint a gyermek élve született. Felmerült a gyanú, hogy a gyermek halálát idegenkezűség okozta, ezért a rendőrök a 15 éves lányt előállították, emberölés büntet elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben az eljárás szakértők bevonásával folytatja a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság. Elvesztette uralmát a járműve felett, majd az útról letérve egy kocsi beálló hídjának ütközött személyautójával egy autós szerdára virradó éjjel Pécsett az Abaligeti úton. A kocsiban ketten utaztak, a sofőr és utasa is súlyosan megsérült a balesetben. A pécsi hivatásos tűzoltók a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a járművet, illetve az útra folyt olajat felitató anyaggal leszórták. Csütörtöktől a lakosságot érintő jelentősebb 2 új változás a korlátozott várakozási övezetek növekedése, illetve a parkolási zóna bővülése a Rókusalja területével, közölte a Biokom. Azaz több helyen kell fizetni, és az érintett övezetekben lakóknak is engedélyt kell váltaniuk azért, hogy a házuk előtt parkolhassanak, írja a Pécs Újság. Akik a korlátozott várakozási övezetben laknak, lakcímkártyájuk bemutatásával továbbra is válthatnak ki 1 évre szóló engedélyt, amelynek birtokában korlátozás nélkül várakozhatnak a területeken. Az új területekre vonatkozó engedélyek, bérletek már megvásárolhatóak a Biokomnál. Az új rendelet hatályba lépését követően február 19-ig türelmi idő áll rendelkezésre az engedélyek megvásárlására. Farsangi ünnepséget tartottak a baranyai szenior örömtáncosok Pécsen. A nevelési központ aulájában találkoztak a tánccsoportok. Az oktatók azt mondják, az időseknél jelentősen csökkenti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását ez a mozgásforma. Zene, tánc és jó hangulata közösen töltött délutánon, így lehetne összefoglalni a baranyai szenior örömtáncosok farsangi eseményét a Pécsi Nevelési Központban. Január utolsó hétvégéjén találkoztak a jelmezes szépkorú tánccsoportok. A Szenior Örömtánc Máriával tánccsoport és a Családvarázs Egyesület összefogott, és kitaláltuk azt, hogy farsangkor hívjuk össze a szenior örömtáncosokat, illetve bárkit, aki velünk együtt szeretne táncolni. Úgy is neveztük el ezt a rendezvényt, hogy farsangi tánc délután, tehát nem az örömtáncot írtuk, mert nehogy az legyen, hogy aki nem örömtáncol, az nem jön el. Kértük, hogy valamivel jelezzék, hogy farsangon, tehát valami
jelképes beöltözés legyen. Ezt a táncosok többsége teljesítette. Béres Mária azt mondja, a szenior örömtánc fizikailag, szellemileg és szociálisan is sokat ad a résztvevőknek, hiszen a koreográfiák betanulása megmozgatja az agyukat, a mozgása a testüknek tesz jót, míg a társas érintkezés boldoggá teszi őket, elfeledteti sokukkal a magányosságukat. Ráadásul egészségmegőrző szerepe is van az örömtáncnak. 76%-ban ez a mozgásforma késlelteti a demenciát és az Alzheimer-kort. Én úgy gondolom, megszüntetni nem tudja, mert ez nem olyan, hogy beveszek egy gyógyszert, és akkor minden rendben, hanem késlelteti, mert ugye az örömforrás, a szociális érintkezés az időseknél fontos, hogy találkozzon, a kezeket megfogunk, másikra rámosolygunk, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon, és hát a mozgás, szóval. Ugye nem a fotelban nézzük a itt tudom én milyen sorozatokat, hanem egymással ilyen lelkesen, és lehet hallani a háttér kacajokból, hogy így táncolunk együtt. Magyarországon 2016-ban indult a Senior Örömtánc osztrák példa alapján. Jelenleg mintegy 4000 örömtáncos van hazánkban. A különböző csoportok folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással. Közös programokat, találkozókat, táborokat szerveznek. A farsang a Vízkereszttől húshagyó kedd éjfélig, a hamozó szerdával kezdődő nagybőjtig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. Idén február 14-ig tart a vigadalom. Egy etnográfust kerestünk fel stábunkkal, aki a népszerű, sokak által nagyon kedvelt hagyományról beszélt. Vízkereszttel január 6-ával kezdődik a farsang. A naptárreformok behatárolták az időintervallumot. Régen a 16. században volt a Julianus, majd a Gergely naptár. Ezek számításai között 16 nap volt a különbség, mondta Burján István etnográfus. Váltakozó időponttal kezdődik a farsang, ugye, mert ott is megvan az, hogy a farsangot követi majd a nagybőjti időszak, és követi utána a húsvét. Tehát a húsvét is váltakozó, pont ennek következtében a naptárreformok, amit a nagy elődök megreformáltak. A sokat emlegetett busók és a farsang nagyon is összefügg. A Pécsi Néprajzi Múzeumban az eredeti busómaszkok láthatók. Ezek viszonylag egyszerűek voltak. Régen az elhunyt arcát is maszkkal takarták le. A busómaszk is egy átváltozást szimbolizál, tette hozzá a főmuzeológus. Átváltozok, nem mutatom meg az arcom, hanem az arcomat egy maszk alá rejtöm. Az eredeti maszkok egyszeri faragványok voltak, ám ahogy jön a 20. század eleje, Mohácson is megjelenik minél több turista. Már akkor is voltak turisták, a turisták Budapestről jöttek hajóval, kiszálltak szépen a mohácsi kikötőn, és őnekik már érdekes, nem annyira tetszett ez a régi maszk. Ezért a maszkvaragók elkezdték díszíteni az állarcokat, így alakult ki fokozatosan a ma is látható félelmetes, díszes busóállarc. A farsanghoz sokféle érdekesség tartozik, a bálozás vagy a farsangi fánk is ide sorolható. A hagyomány szerint ennek fogyasztása az újévi lencséhez hasonlóan szerencsét, bőtermést és kiadós pénzösszeget hoz a házhoz, de a szerelmi élet fellendítésében is segíthet. Idén a farsangi időszak február 14-ig tart. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Kedden történelmi, 3 évre szóló bérmegállapodást írtak alá a MÁV Volán csoport munkavállalói tömörítő szakszervezetekkel, pontosabban csak 7-tel a 9-ből. 2 volánbusz szakszervezet időt kért az ajánlat megvitatására, közölte az építési és közlekedési miniszter szerdán a Facebook oldalán. Hangsúlyozta, hogy a döntés a munkavállalók érdekét szolgálja, hiszen a megállapodás elfogadásával a volánbusz dolgozók 3 év alatt legalább 28,4%-os béremelést kaphatnak, amiből már az idén 17%-os béremelés jár a 600 000 forintos alapbér részig. Ez legalább 70 000 forintot jelent mindannyiuknak.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján idén januárban mindösszesen 232.916 fő szerepelt a regiszterben. 2010-hez képest több mint 400 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma, tavaly januárhoz viszonyítva pedig közel 11 ezres mérséklődés figyelhető meg, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleménye szerint a foglalkoztatás politikáit felelős államtitkár. Comba Sándor kiemelte, ma Magyarországon aki tud és akar dolgozni, az el is tud helyezkedni, ráadásul ezért egyre magasabb bért kap. Míg a gyurcsánykorszakban százezrek veszítették el a munkájukat és kényszerültek segélyekből élni, addig a nemzeti kormány sikerrel védte meg a munkahelyeket és a családokat, tette hozzá. A napokban a baranyai településekre is megérkezik a szolgáltató levele, melyben az új hulladékszállítás jogos igénybevételét igazoló matrica található. A címzetteknek 30 napjuk van a matrica hulladéktároló edényre történő felragasztására. Fontos tudni, hogy a pécsi, szigetvári, szentlőrinci, komlói, siklósi, harkányi, mohácsi lakosokat a matricás rendszer nem érinti. Ők tehát nem fognak kapni felragasztandó matricát. A régió híreivel folytatjuk. Tanúkat hallgattak ki a szekszárdi járásbíróságon egy 2019-ben történt tragikus baleset ügyében. A traktor vezetője elmondta, hogy a kereszteződés beláthatóságát befolyásoló bokrok és mezőgazdasági takarmánynövények miatt nem látta a közeledő személygépjárművet, így az a traktornak, valamint a pótkocsinak ütközött. Az autóban ülők közül hárman életüket vesztették. A balesetet megelőzően a személyautó a megengedett 70 km/h helyett annál többet közlekedett, valamint a kettő fényszóró helyett egy világított. Az autóban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet. A vádlott nem adott elsőbséget a tőle jobbról érkező kocsinak, ennek következtében az autó a járműszerelvénynek hajtott. A vádlott elmondta, a kereszteződés nehezen belátható a magas növényzet miatt. Honnan az alaptornál kis bátorjaváltást, másik oldalra még egy nagy tábla is, egy hát is bátorjaváltást. Előtte még állt az autó, engem sem valószínű, hogy olyan tisztán láthatott. Ennek ellenére a második itt végzett tanúvallomásában azt tudtam mondani, hogy a stop táblánál állt, és onnan nézett körbe, és ő látott mindent. Látta, hogy két darab. Pontította jön az autó, de azért érdekes, hogy ha ekkora sebességgel jön valaki, akkor miért jön pontította? Személyautós sofőrje a megengedett 70 km/h jóval meghaladva közel 120-szal hajtott a mezőgazdasági járműbe és annak vontatmányába. A traktort vezető személy ügyvédje szerint az ügyfele nem hibás, mivel a kukorica miatt nem láthatta a nagy sebességgel érkező kocsit, a takarmányt a baleset után learadták. Jelenleg rendelkezésre álló bizonyítási kísérlet alkalmával jól láthatóan le lett aratva a termés, amire a bizonyítási kísérletet vagy helyszíni szemlét végezték. Fák, bokra ki lettek vágva, tehát jobbra akadálytalanul a stoppvonaltól el lehetett látni a Mercedes érkezési irányába. Ez a bizonyítási kísérlet alkalmatlan arra, hogy alátámassza, hogy a vádlott hogyan észlelhette a felé jobbról közeledő Mercedes személyautót. A tanú vallomásában elmondta, a traktor mögött haladt a kereszteződés irányába. Észlelte, hogy világít a szerelvény féklámpája, így ő is lassítani kezdett, majd a csatanásra lett figyelmes. Hozzátette, a nagy sebességgel jövő személyautóból csak a fénycsóvát látta. A karambol után beszélt a segélyhívó diszpécserével, majd a sérültek segítségére sietett. Nehéz volt, igen, nem volt paratiszpózusa, nem volt. A rajta fekvő az egy idősebbnek tűnő testesebben, mert ő még erősen szuszogott. Őt megpróbáltam leszedni, de nem sikerült, és még kettőt hölött, és ő is meghalt, neki sem volt tovább karotisza. Akkor mentem el a közben kiszállt a sofőr, és jajratott a földön. Ott a kifolyt gázolajban, a többiek próbálták arrébb vinni. Szakértők bevonásával folytatódnak a tárgyalások az ügyben.
Idén 10. alkalommal tartotta meg a székely unokák bálját a bátaszéki székelyek baráti köre. Programokkal, tánccal és ételekkel várták a látogatókat. Először 1989-ben tartották meg ezt a rendezvényt, amit 19 éven keresztül folyamatosan megrendeztek. Ezután 7 év kimaradás következett be, egészen 2015-ig, amikor a jelenlegi szervezők újjáélesztették ezt a hagyományt. 2015. január 31-én kezdtük mi újra, egy generációval később, egy generációval fiatalítottunk, de a vendégkörünk azokból az emberekből indult ki, akik régen is annak a bálnak részei voltak, illetve az ő leszármazottaikból. A második bált már maguk a szervezők nyitották meg tánccal. Először mindössze 3 pár lépett fel, idénre azonban már meghaladta 15 főt ez a szám. A Székely Unokák tánccsoport azonban nem csak felnőtt tagokból áll, a gyermekek táncra tanítása is fontos a csoport számára. 2016 őszén végén kezdtük el a munkát, összesen 3 párral, és a rövid távú cél az ez volt, hogy akkor tanuljunk meg egy valamilyen kis bukovinai koreográfiát, hogy a bál megnyitón azt el tudják táncolni. De ez annyira sikeres volt, és annyira fellelkesültek az egyesületi tagok, hogy ezután többen is csatlakoztak a csoporthoz, így egyre bővülve a létszám jelenleg egy olyan 8-10 vagy akár 12 párral dolgozunk már. Azóta gyermekcsoportunk is van. A köztes korosztály még hiányzik, de majd reméljük, hogy sikerül egyre jobban betömni a réseket. A Székely Unokák bálja sok látogatót vonz, többen évek óta visszajárnak a rendezvényre. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke első bálozónak számít ezen a rendezvényen, azonban már most kiemelte a program jelentőségét és a tradíciók megtartásának fontosságát. Különösen ugye már a neve sokat mondó, hiszen unokákról szól, és úgy gondolom, hogy ennél felemelőbb, magasztosabb dolgot nem is lehet kitalálni, hiszen erről szól az életünk, hogy átadjuk ezeket az értékeinket, kultúránkat, amelyeket kaptunk mi is, és ez fontos, hogy egyfajta tényleg ilyen elgondolásból egy bál keretén belül a fiatalok, a gyerekek, az unokák is részesülhetnek. Én azt mondom, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és nagyon jó elképzelés. A résztvevők a székelyek által galuskának nevezett töltött káposztát kóstolhatták meg a rendezvényen. Minden évben mi töltjük a káposztát. Hát ilyen, attól függ hányan vagyunk, ilyen 600 és 800 gombóc között szoktunk tölteni. Ilyenkor összejövünk a székelyházba, és akkor elkészítjük ezt a káposztát, amit felszolgálunk vacsorára. Jövőre is várnak mindenkit a szervezők, akik érdeklődnek a székely hagyományok iránt. A Szép Születése címmel több mint 50 művész munkáiból nyílt kiállítás Siófokon a Helyi Értékegyesület szervezésében. A tárlat célja, hogy bemutassa a térség amatőr és professzionális alkotóit, a festészet, a szobrászat és az irodalom szemüvegén keresztül. Pályakezdő és már több éve kiállító művészek közös tárlatát hívta életre a Siófoki Helyi Értékegyesület. A beérkezett alkotásokat gondosan válogatták össze. Úgy gondoltuk, hogy mindenki hozzon be több művet, és Mizelek Beáta, aki a kiállítást rendezte, ő pedig eldöntötte, hogy úgy válogatja össze a képeket, hogy egymás mellett a stílusok sem, és a minőség se csúszson el, ugyanis hát vannak professzionális alkotók, meg amatőr is. Van, aki már nagyon régóta fest és alkot, tehát az ő ecsetkezelése vagy a technikai munkája már más szinten van, mint aki most kezdte. Úgyhogy ez nem egy könnyű dolog összesimogatni ennyiféle ember munkáját, de szerintem nagyon remekül meg is oldotta. Azon kívül van olyan kiállító is, aki nem festményekkel, vagy fotóval, vagy grafikával van itt, hanem irodalmi alkotásokkal. Csatlakoztak hozzánk az asszonytáncosok is, ők is az egyesületünk tagjai, és nagyon büszkék arra, hogy ők mennyi helyen fellépnek, milyen minősítéseket kapnak. Akkor egy csoport, akik országos rendezvényeken, Scrabble bajnokságokon, meg más ilyen agytornákon részt vesznek, és nagyon jó helyezésekkel.
Ez egy komoly csoport, 100-150 ember összegyűlik egy-egy ilyen alkalommal. A helyi értékegyesület tagjai között azonban nem csak művészeti csoportok és alkotók, de gyűjtők is helyet kaptak. Van egy úr a közöttünk, aki régi műszaki berendezéseket gyűjt, tehát abból is hoztunk egy-két dolgot, régi rádiók, fantasztikus gyűjteménye van, tehát meg is érdemelni, hogy egy egész komplett saját múzeummal legyen ebben a városban. Nem tudjuk, hogy az egyesületünk célja, illetve a vezetőség célja, hogy ezeket a lehetőségeket megkeressük, vagy kitapossuk, vagy kiudvaroljuk, tehát ahogy éppen kell, vagy ahogy lehet, de nagyon nehéz, nagyon nehéz. És nekem meggyőződésem, hogy a Balaton az egy célpont, de a Balaton környékén kell még egy csomó más információ, látvány, élmény, ami egy esős napon, vagy bármilyen alkalommal, vagy bármilyen probléma esetén adhat lehetőséget a látogatónak. Úgy gondolom, hogy ez turista csalogató is. A kiállítás hagyományosan a Városnapon mutatkozik be a nagy közönség előtt. Nagy létszámú a látogatottsága a megnyitón. Tehát ott biztos, hogy sokan vannak, érdeklődnek, véleményük van, szeretnek itt lenni. Igazából ez egy ilyen kis happening azon a napon, amikor az első nap van, tehát a bemutató napján, az egy előadásnál is ugyanígy van, kiállításnál is, mert akkor tudnak egymással beszélgetni. A hétköznapok azok már nem annyira kerekek ebből a szempontból, de miután a Művelődési Házban előadások alkalmával jönnek, mennek az emberek, azért sokan töltik azzal a szüneteket, hogy nézelődnek, és nem a büfébe tolonganak, és ez nagyon jó. Hozzászoktak ez alatt a 20 év alatt, hogy ez van, hál' Istennek. A tárlat még egy hónapig látogatható a Kálmán Imre Művelődési Központban, Siófokon. Híradónk végén baranyi témáink még egyszer, röviden. Nem engednek a 20%-ból a pécsi buszvezetők, kisebb ajánlatról tárgyalna a munkaadó önkormányzat. Az influenza járvány a csúcsán túl van, még érdemes beoltatni magunkat. Egészségmegőrző tánc időseknek, betegségek ellen is véd az örömtánc. Zajlik a farsang, népszokások régen és ma. Csütörtökön napközben észak-észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután egyre több felé elered az eső. Reggel ismét több helyen pára köt csökkentheti a látótávolságot, többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Reggel szinte mindenhol fagyni fog, napközben pedig 6 és 10 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha láttak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!